Már csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévére ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Horn Gábor, a Republikon Intézet alapítója és tulajdonosa. Szép jó reggelt kívánok. Küldötte már üdvözlő táviratot az új Magyar Liberális Párt elnökasszonyának. Nem küldtem, ez nem jutott eszembe, nem szokta táviratot, nagyon rég nem küld senki ebben az országban. Akkor egy szál virágot. Azt meg különösen nem beszéltünk. Ma fogok találkozni az előző elnökével egy kávézás közben. Úgyhogy... Tehát majd ő vele is találkozik, majd amikor azt már... Azt nem tudom, szoktunk találkozni, általában nagyon kedvesen eljönnek a liberálisok a rendezvényeinkre, tehát éppen a... lesz is valami a Republikon Intézetes rendezvény, azt hiszem most még az év vége előtt, és akkor talán szoktam látni ott. Ezen a hideg decemberi reggelen, mondja el nekem, szükség van? Van még szükség egy liberális pártra? A lakosság között vannak olyanok, akik fölkelnek majd és elmennek rájuk szavazni? Van-e szükség még a liberális eszmére, vagy a zöldek meg az egyebek mind átvették a liberális eszmét? Nem, gondolom, hogy így lenne. Az Európai Uniós választások azt bizonyítják, hogy az egyik leginkább erősödő pártszövetség az a liberális pártszövetség volt az Unióban. A 27 országban, ha jól emlékszem, 9-ben van liberális miniszterelnök az Európai Unióban, tehát egyáltalán nem ez igaz. Azért nem látszik az Európai Unión. Hát az Európai Unió sok sebből vérzik, de egy csomó minden szempontból meg szerintem egy fantasztikus politikai innováció, tehát én nem temetném majd ezt a dolgot. Én nem temetem, ez csak tényként. Minden esetre az biztos, hogy mint ahogy szerintem az egész világban jelen van a liberalizmus meghatározó jelleggel, mint ugyanúgy Magyarországon is politikai értelemben igény lenne rá, hogy a nem szellemes vicc ugye a Lengyelországra vonatkozásában az antiszemitizmus rosszul. Tehát lenne rá igény, a mi kutatásaink szerint most már hosszú évek óta azt látjuk, hogy a választók 13-15%-a magát liberálisnak határozza meg, és mi is, amikor utána kérdezünk a preferenciái világnézetére, tehát rákérdezünk államegyház viszonya, szabadpiac, stb., akkor őket is be lehet ebbe sorolni. Tehát van egy stabil, támogatottságú liberális közösség Magyarországon, elsősorban a nagyobb városokban, Budapesten. Tehát van erre igény. Azt nem gondolom, hogy a tulajdonképpen egyre inkább összeszűkülő mini párt, ami ezt a nevet viseli, az meg tudná oldani ezt a problémát. Én jobban bízom abban, hogy a Momentum képes lehet arra, hogy egy liberális kínálat. Az új koalíció lelkiismerete, ahogy hívják? Meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Szerintem ez egy fontos szerep, például a lelkiismeret. Ez egy fontos, valaminek a lelkiismeretek lenne, egy nagyon lényeges szerep. Az SZDSZ sokáig tudta ezt a szerepet betölteni. Tehát én azt gondolom, hogy ha ma aztán eltűnt. Ennek sok oka van. Már itt is beszéltünk, de ha ma egy liberális politikai identitású ember pártot keres magának, szerintem inkább, és a közönkutatási adatok is ezt mutatják, inkább a Momentumra gondol, mint a lényegében láthatatlan picire összeszűkült és soha nem nagyként látott Magyar Liberális Párta. Én ezt egy olyan kísérletnek gondolom, ami nem sikerült. Tehát én nem értek mindent, és szerintem tisztességes dolog, a fiatalok próbálkoznak, és ezt megkíséri, de én azt gondolom, hogy egyszerűen nem látok esélyt. Adjuk meg a lehetőséget nekik. Vajon az LMP, amiben voltak ilyen liberális hullám, a következő választást megéri? Hát mindenképpen megéri, mert az LMP-nek van... És ön, mint közvéleménykutató, be is fog kerülni? De LMP-nek van egy frakciója, tehát úgy nehéz meghalni, hogyha az embernek van frakció, és van egy elég jelentős éves és most, hogy amnesztiát forrása. Hirdettek mindenkinek, úgy akkor erőre is fognak kapni. Nehéz helyzetben korlátozta magát az LMP. Számomra egy nagyon izgalmas, megfejtendő csoda, ami ott történt, hiszen az egyik győztese a 2018-as választásnak relatív értelemben az LMP volt, hiszen megduplázta a képviselői számát, tudott stabilan egy frakciót alapítani, majd elkezdte tudatosan szétverni önmagát. Ez számomra egy szinte megfejthetetlen kérdés. Ugye kinyírta a két meghatározó emberét, akikre költött egy csomót, ugye, hogy miniszterelnök jelöltként, második emberként, ugye társelnökként, fogta magát, és szabályosan kinyírta őket, akik most is épp a napokban jöttünk ki
talán egy hete a ellenzéki politikusok népszerűségének listáján, és nagyon előkelő helyen vannak mind Szél Bernadett, mind pedig Hatházi ezen a listán, és sehol nincsenek rajta egyébként LMP-s politikus. Ha most megkérdezném, ön nyilván tudja, de vannak politika iránt érdeklődő bárkitől, hogy ki az LMP elnöke, társelnöke, szerintem a 90%-a megkérdezetteknek fogalma sem lenne. Férfire vagy a nőre gondolod? Azért mondom, hogy ön, mint a politikai élet nagyon-nagyon érdeklődő készszerűségben, hiszen minden reggel itt kell velünk beszélgetnie. Nyilván ezt tudja, és még talán én is tudok rá válaszolni, mert nekem is ez a foglalkozásom, de azt gondolom, hogy ennél szélesebb... Én nem tudom, hogy a Szocialista Pártnak ki a vezetője. Azért, hogy kicsit megerőlteti szerintem. Ne, a nevét sem tudom. Na jó. Tehát azt gondolom, hogy az LMP eltűnésének az oka az az LMP. És én nem nagyon, szerintem vissza lehet jönni, a politika nem egy olyan terület, ahol nem olyan, mint egy vállalkozás, ha az ember egyszer tönkre megy, akkor vége mindennek. Nem véletlenül mondtam, hogy korrigálni. Annak a pártnak a nevét nem tudom. Ha az LMP magához tér a választásokig, vajon a Szocialista Párt elsüllyed-e, vagy erőre tud még kapni? Ez egy nagy kérdés, és szerintem egy azért komoly kérdés, azért nem ugyanaz ebben az esetben, mint az LMP, mert az LMP vagy lesz valami. Ha az MSZP, vagy a romjain valami nem tud létrejönni, tehát nem tud egy valódi, következetesen baloldali párt megjelenni a palettán, ami most tehát nincs. Tehát a sírjain új világhajtások jönnek talán. Ha valami nem jön, ez lehet a Párbeszéd körül is épülhet, lehet közösen valami, de ugye ma az a helyzet, hogy miközben a magyar politikailag aktív választók körülbelül egy harmada, kifejezetten baloldali elkötelezettségű, ma egy kifejezetten baloldali párt nincs a piacon. Ugye az MSZP alig van, és ugye nem látjuk, hogy élet biztos jelent. Biztos nagyon örülnek a mi kijelentéseinknek. De lehet, hogy ők is tudják, hogy mi történik. Remélem, hogy tudják, de a másik fele is legalább fontos, hogy igény pedig itt is lenne rá. Tehát azt gondolom, hogy a 2022-es győzelem, ha az ellenzéki győzelem, ha lesz ilyen, alapfeltétele, hogy ezt a létező baloldali szavazóbázist... Azért még sokat kellene tenni. Hát nagyon sokat kell tenni, de ezért lényeges elemek történtek, csak ne felejts el a elmúlt egy hónap eseményeit, az önkormányzati választásokat. Én ide tartozom, nagyon fontos jelzésértékű dolognak tartom a hétvégi eseményt az egészségügyben, hogy a nagyon konzervatív, nagyon erősen, hogy mondjam, a legkevésbé ellenzéki kötődési orvostársadalom jelzést tudott adni, hogy mást szeretne csinálni. Ebben a sorba tartozik a tegnapi cigány önkormányzati választás, ahol új szelek fújnak. Tehát mintha a magyar társadalom egy jelentős része rájött volna arra, hogyha azt akarja, hogy ne ez a világ legyen, ami most van, akkor azért tennie kell, és lehet is tenni. Tehát én ebben az értelemben ezeket összefüggő jelenségeknek gondolom, amit látunk. Egyszerűen az látszik, hogy tényleg az van, hogy a magyar társadalom nagyjából fele hisz abban, ami most van, hiszi azt, hogy most politikailag aktív, mindig hozzá kell tennem, mert van az egyharmada, akit nem érdekel, ami a politikában történik körülbelül. Ez miért nem érdekli? Mert inkább a meleg vízre és a meleg vacsorára összpontosítanak, vagy azért, mert úri kedvük? Azért nagyrészt arról van szó, hogy marginalizálódó, rossz helyzetben lévő társadalmi csoportok egyébként nem csak Magyarországon, hanem a világ nagy részében nem vesznek részt a politika csinálásában, még abban az értelemben, hogy elmennek 4 évente szavazni, vagy 5 évente. Pedig ez róluk szól. Bizonyos értelemben, sőt, az kellene, hogy róluk szóljon, szerintem most a legkevésbé róluk szól, de minden esetre, tehát a maradék kétharmadnak láthatóan, érzékelhetően a fele gondolkodik abban, hogy az Orbán és világa az, amit ő szeretne, és a másik fele eddig nagyon megosztottan gondolkodott másban. Amire rájött, és szerintem ebben az értelemben ma az ellenzéki szavazók előrébb tartanak, mint az ellenzéki politikusok. Mert az ellenzéki szavazók rájöttek, hogy ez csak együtt lehet. Mindegy, hogy ki van ott, ha ő az ellenzék közös jelöltje, akkor elmegyek, és ez fontos, hogy el is megyek, és szavazok rá. Ugye ez önnel is sokszor beszélgettünk már erről, ugye ez a Jobbik jelenség, hogy miért nyerhet Mirkóczki Egerben. Azért, mert az egri választó azt gondolja, ahol van egy jelentős mennyiségű Orbán világból nem kérő szavazó, hogy ha ti odaállítjátok ezt a fiút, ha élvezi mindannyiatok bizalmát, akkor mi elmegyünk és szavazunk rá. Nem gondolt még elnök úr, hogy nem csak fekete és fehér van, tehát nem Mirko, vagy Orbán, vagy Mirkóczki. A,
abban a politikai konstellációban, amiben most vagyunk, és elég régóta vagyunk sajnos, ami ha szeretjük, ha nem, egy kétfólú világba kényszerít bele minket, ennek egyébként az egyik oka, az szerintem egyébként legitim választási törvény, ami eltörölt a második fordulót, tehát nincs mód korrigálni, mert ugye a kétfordulós választáson... Hát ezt volna győzni, aztán át lehet alakítani. Persze, csak ugye a győzelemhez az kell, hogy miután egy megosztott világban élünk, és ez láthatóan tartósan így is marad, tehát nincs, nem látjuk azt, hogy mondjuk a Fidesz holnap szétesne elemeire, és egyetlen pártnak sem kell szétesni. Különben is odafigyeltem a Fidelitas kongresszusára, meg tessék. A választások előtt minden fiatalt és idősebb korút szeretettel vártunk, és iszonyú klassz tartalékaik vannak. Szerintem ez az ifjúsági szervezet, és nem is értem, hogy más pártoknak miért nincs ifjúsági szervezete, szerintem ez a Fidesz ide, illetve a KDNP csodafegyvere. Na, ezt nem így gondolom, én szerintem, ahogy nézem ezeket a... Szóval meg, én is belenéztem a Fidelitas kongresszusába, nem szoktam ilyeneket nézni, mert ez túl van az alatta van az inger küszöböket. Érdekes dolgok történtek, csak hogy én azt látom, hogy amikor egy Fidelitas nevű szervezet kongresszusa tele van én korombeli felszólalókkal, vagy akkor azt gondolom, hogy ott van probléma van. Tehát a Tarlós István... Őket is kell még szerepelni hagyni. Az, hogy a Tarlós István nyitja meg a Fidelitas kongresszust, tehát szerintem valami probléma van. Nem biztos, miniszterelnök úr nem ért rá, és ő delegálta. Úgy látom ezt egy kicsit, mint anno a KISZ-t, hát mi ketten emlékszünk még erre, a nézők nagy része biztos már nem. Tehát, hogy egy kicsit megöregedtek ezek a fiatalok. Tehát pont a lendület hiányzik. De mondjuk, ha megnéznénk egy momentumos rendezvényt, és nem a Momentum ifjúsági szervezete, hanem a Momentum maga és összehasonlítanánk ezzel a Fidelitásos, nagyon fegyelmezett, nagyon megcsinált, nagyon, és ugye óriási hibákkal tartott. Ez egy kampusz, úgy nézett ki, mintha összevont ezek kampusz. Félbevágott felnőttek. Így egy 20 éves fiatalnak szerintem nem így kell gondolkodni a világról, ha csak nem abban gondolkodik, lehetek-e én is államtitkár. Hornul szerintem téved, ezek a fiatalok itt voltak nála, minden kerületből mindenkit meghívtunk. Ezek a fiatalok szenzációsak voltak, volt nekik világképük, mondták, és ha most nem kerülünk be, semmi baj, még bőven van időnk, és nem azt, voltak gyűlölködőek, azt is mondhatom, hogy kedvesek voltak. Nézze, engem, beleértve akár a Momentumosokat engem, is. Engem évente például a Fidelitas meg szokott hívni, ami ritka dolog, majd minden évben meghívnak egy rendezvényükre. Nézeteivel megmérgezze nem, őket. Nem, nagyon, nagyon érdekes és izgalmas beszélgetések ezek. Mégis azt gondolom, ezzel együtt is, hogy az fontos lenne, hogy az az alternatív világ, ami a fiatalok világ, az maradjon fel, ne próbáljanak meg a felnőttekre hasonlítani. És akkor látom a sok öltönyös, feszesen ülő fiatalembert, aki hallgatja Tarlós Istvánt, Kósa Lajost, és az így tovább. Az irítség beszél nem önből, mert nem lehetett ott, meg mert feszes öltönyben nem. Ült annak idején sem, hanem egy farmer nadrágba. A most pontos is, idő 8 is. Óra. Tehát következik, ami mindentől független iradónk, még az időjárástól is, és megmutatja azt, hogy én, illetve csapatom, hogy látja a világot. Tehát 8 óra híradó. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és itt folytatjuk legközelebb, visszavárjuk. Köszönöm, híradó, aztán előzetesek, és jövünk vissza, tartsanak velünk.